hogy nem szokás, és egyáltalán nem szokványos, hogy az ember külsőkat beszél egy előadás előtt. Azért néhány alapdolgot szeretnék elmondani. Amit itt önök látni fognak, amit látni fogtok, Spíró György Csirkefej című drámája nyomán készítette az ex-arabonás csoport. Ex-arabonás csoport azt jelenti, hogy minden szereplő, aki ma itt erre a színpadra, erre az udvarra lép, az valaha arabonás volt. Volt, ez is fontos szó. Bár mondhatnám azt, hogy arabonás, mert az én mesterem azt mondta, csak ott Tibor, hogy aki egyszer arabonás volt, az mindig arabonás volt. Azért mondom, hogy a dráma nyomán, és ez nagyon fontosnak tartom elmondani, mert bár nem tettünk hozzá semmit az elhangzott szövegekhez, de nagyon sokat pusztunk belőle. Szerettem volna elmondani. Illetve aktualizáltunk időt. A dráma 1985-ben született, és amikor majd néztek, akkor rájöttük, hogy sajnos nem kellett rajta túl sokat aktualizálni. Ez is nagyon fontos, hogy 1985-ben írt a Spíró György ezt a drámát. Vagy hát akkor volt a tudom, hogy a csoport két fekvőval után, ezen a héten hétfőn kezdett el ezzel dolgozni. Dolgoztunk heti, napi, hát nem tudom, délelőtt 3 órát, délután 3 órát. Ennyit bírtunk lehetőleg ezzel az anyaggal foglalkozni, és utána pedig konkrétan menekültünk haza. Éppen ezért én ehhez ma estéhez nem kívánok jó szórakozást. Nagyon sokat gondolkodtunk. Én konkrétan szerda óta azon gyötrődöm, hogy hogy védjelek meg titeket ettől. Aztán lehet, hogy nem akarlak benneteket megvédeni. Tudom, hogy akik itt ülnek, azok mind hogy fogják. Most nem tudom, de hát ugye remélem, hogy ezt hogy fogják ezt már végiggondolni. Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy akarjuk-e védeni a nézőket. Idéznék egy beszélgetésből az egyik játszó szájából, de minek? Hogy most tükröt tartunk. Nem kívánok jó szórakozást, hiszen élményeket kívánok, gondolatokat kívánok, és mindazokat a helyzetben hozzunk nektek. Az a mottónk a mai napra, minden nap volt egy mottó, hogy nézd és változtat. Jó szórakozást kívánok! Rejszol-e valaki? Tilos rejszolni, érted?
biztos, hogy így felmennék a felső ágyra, mert úgy passzottul belátnám az egész szobát. Ennyire hülye vagy? Hogy ágyatom meg? Hogy ágyatom meg a felső ágyra? Végig gondoltad? Ahhoz rá kell állni az alsó ágyra. Ja. És hogyha rász az alsó ágyra, akkor lebutosnak róla. Én is lebutosom azt a hülyét, aki a dárba van. Na, attól még jó lehet a felső ágyon, nem így? Baromi jó, tényleg! Nem úgy van ám, hogy te választod meg, hogy mit akarsz. Kurvára nem. Nem tetszik neked a pop, nekik a pofás, akkor bebasznak egyet. Kikötődik a cipőfűzőt, hát bebasznak egyet. Kilőttülöd a leves, hát bebasznak egyet. Így működik. Részegen leokádják a ruhádat, aztán volt is a részegen leokádják a bőrruhájukat, aztán nem az van, hogy beköpöd őket, akkor este megkeresnek, aztán keresheted a vesélet hajlóért. És nagyon kemény bassz meg. Egyedül úgy lehet túlélni ezt az egészet, hogyha kinézel egy gyengét. Téged szép cincárnak. Kinézel egy gyengébet, és az baszogató. Máskülönben nem lehet, csak így fogadnak be. Csak apu lenne már itt. Én nekem csak ez volt, érted? Ez a hülye úgy volt. Ez volt, csak egy kicsit nagyobb volt, meg szélesen. Kurva életem már! Te nem azt mondtad, hogy a faterod nem is keresett? Mi van? Hát azt mondtad, hogy a faterod nem... Mi van? Nem megbeszéltük, hogy erről nem pofádol, bazd meg! Mi nem pofádol, hülye? Mi nem pofádol, te hülye? Ez miért te lett? Mert hülye vagy! Örülj, hogy előre szólnak! Kurva életem, bazd meg! Az intézetben nem szólnak! Háromszor ekkorát az! Az meg ott mi a szak? Mi a fasz? Az ott mi? Az egy kurva garázs, bazd meg! És mióta van itt garázs? Baromira nem volt itt még a múltkor. Hát hallod, nem tudom, de most nézd meg, most itt van, bazd meg, most itt a garázs, érted? Leszolom. Menjünk arra a baszott térre, hallod, ott mindig van legalább valami, nem úgy mindig. De mi van azon a térre? Mi van? Figyelj, most is mi volt, érted? Ülök, nézek, hátra jön valaki, jön az ember, érted? Mondom, baszottul ismerős. Nézem, közelebb éri, hát mondom, ez te vagy. És örültem, bazd meg, te meg itt lököd. Ne hülye vagy! Akkor is én örültem, érted? Megint lehet bal nézni, milyen jó lesz. Soha nem is köptem meg, de semmiért emlékezz. Jó régen voltad már. Azóta ez már a 8. Most nézd meg ezt a kurva macskát is! Lélegzik az még? Megnézem, csak ahogy elkapjam valamit. Fúj, bassz meg! Az a hülye bolvazsák! Szerintem megdöglöttem eddig karmolt meg minden, most már semmi. Ez is mekkora balé volt, azt nem akart fele menni. Mi ketten nagyon durvák lehetnénk. De menjünk ki, nézzük meg, mi van. Menjünk. Na végre. Lú! Csókolom! Hát nem tettük, nem ismered! Mi? De hogy az? Hát én! Na, szevasz, hozzá jöttem! Haza! Én nem jön, nem jött! Nem tudom! Miért hol van? Nem tudom! Már nem jön, nem. Én sem. Na,
nyáltam egy csomót a piacon a sorban. Na gyere, fölvaglalom neked. Jó? Gyere, csak. Cici. Most puszka, hol vagy? Nem is ebbé reggel. Na, gyere már, hol vagy? Biztos, hogy ebben mit állt. Hacs puszka. Szépen pedig. Gyere, hol vagy? Miért nem dolgozol? Már elég lesz. A kurva életem már. Megölte a macskáját! Megölte!
is a kurva életbe! Kérem, ha lehetséges, kicsit halkabban, ne kiabáljon már! Mi az, hogy halkabban? Mindig engem baszogatnak! Kérem, István, lehetséges! Basz! Nincsenek ott folyton. Honnan tudom, hogy nincsenek ott folyton? Mert te ott vagy folyton, és látod, ki van ott folyton. Ja. Mert te ellengessél már. És itt mit csinálunk? Itt vagyunk, nem kell csinálni semmit. Bejövünk, körbenézünk, mert ez a körzetünk. Ez is, itt is. Mindenhol körbenézünk. Hogy lássák, hogy dolgozunk, érted? Körbenézünk, aztán elmegyünk. Nem is lát minket senki. Mert nincsenek itt vagy, benn vannak. Ja. Ja. És most mit csinálunk? Itt vagyunk, ez a munka, bazd meg. Szevasztok. Ki vagyok bukva, bazd meg. Én mi van? Mondtam valami. Jövök haza, jó szar melongot, mindig ez van. Nem lehet befogni se. Rohangálok a két gép között, szar a tokmányom, és akkor jövök haza a bringával, és barom leszolít az útról, és akkor jövök haza, és nekem esnek. Nekem ez egy asszatom, mi van? Mindig engem baszogatnak. Kurva anyukat. Ja. Pedig nincs is itt már mióta, tudod? Mert elvitték nővére is volt azt is, és nem fogják baszd meg. Rohadjanak meg. Nem iszok? Most nem lehet. Kicsi. Nem lehet. Jó, azért még lehet. Most nem. Hogy a francba lehet ezt kitűnni? Tényleg nem iszok? Hát, köszönöm. Ezt fogja rám basznak a macskáját. Mi? Macska? Nem gondolj, hogy a fiam, amikor nincs zsír. Na, maga, adja ide. Most nézd, mert tessék jelóta. El akarja ásni. És ennek hisznek, baszik, nem úgy nekem. Kopos. Följenek, és tilnek, és szablásznak. Ne pofázzál be, gyászol, van olyan. Emberekkel foglalkozó, tudják is. Imádkozni nem fog. Tudják kuszolni. Kijönnek és szablásznak, mert ez főjelen. És akkor mi van? Azt mondják, hogy nem adtam neki lennét, pedig ők nem adtak lakást, Lajos, hogy tudod? És ennek hisznek valami egy ő. Ezt látod? Látom. Na. Ez teljesen idióta. Jelenik, majd visszanézünk, szabad. Szabad. Komolyan mondom. Sír a szar macskát az idióta. Nincs. Akkor ezt az egészet.
fohászoltam is persze, mint ahogy Istenem, csak ne legyek olyan ember, akinek nincs például most állam, rektorál. Tehát annyian vannak, akiknek nincsen családja, tanár. Nincsen családja. Hát a tanárnak sincs. Nincsen. És ebben megöregszik. Megöregszik és egyedül marad. És ez iszonyú. Miért van ez? Ah, én tényleg nem akarom átfolytatni a tanárodat, csak ugye amikor az ember még fiatal, hát ugye akkor azt képzeli, hogy még minden lehet. Ugye? Én is azt hittem. Meghalt a kislányom. Azt mondtam, hogy még lehet valami. Aztán nem lehetett. Csinos vagy. Egyedül laksz. Kellene neked egy férfi. Majd én szerzek neked egy férfi. Ne tessék nekem segíteni, jó? Tele vagyok pasikkal. Ja. Egy éjszakára, hogy ne jönnek, aztán másnap már sehol sincsenek. Nekem jó így. Nem lehet neked, hogy bejusson egy valami, és bele van a pasi. Van olyan. Az nem lehet. De figyelj, én már ebben tönkrevettem, én tudom. Szüljél. Szüljél akárkinek. Teszed már azt a hülye húszert! Hallod? És hol tetszik majd megtalálni, ha? Mi? Micsoda? Hát azt a pasit. Hát nem tudom, hogy körülnézek valahol, azt sem találom. Én jól 15, ne tessék nekem segíteni. Aj, Istenem, Alice. Figyelj, már itt van ez a tanárunk például. Mi a baj vele? Jó. 10 évvel a öreged lenni, mint amilyen. Hát ilyen görnye felé áll, csak tudja, hogy nézd. Baj az. Ne tessék nekem segíteni. Tényleg. Tessék beszerezni egy új macskát, jó? Na. Ja, most csak arra akarom el a macskát, hát most már nem is érjük a duramat is. Ugye aztán megcsaptam többször. Na, elég is volt. Ja. Én is mit csináljak? Hozom haza a munkát, cipelem, rajzolom meg.
minden kitaláltak már, hogy ezt miért tudják kitalálni, hogy fogok ebben élni. Bárja, amíg amit a volt, ez saját lakásom. Lehet, az lehet. Ne nekem segíteni, jó? Mi most szereznek be egy macskát, aztán azt a bajgassam? Aztán, hogy megkocsinálsz, vagy egy kutyát? Urai, az még nekem. Ne tessék nekem segíteni, tudja mi? Az ember irigyel, igen, azért, mert nekem sikerült. Ki a Isten sikerült nekem, mi? Mert én üriztem nekem. Nem ür, ne segítsen nekem! Erős is őkem. Van egy edzés. Ádám.